Most már úgy látom, be sikerült állítanom a fovot. A fov az a field of view. A field of view az a látómező, ugyanis ez az Open Arena nevezetű játék, és az Open Arena nincsen felkészítve arra, hogy mi három monitorral fogunk támadni. A három monitoros támadásnak van egy olyan hatalmas hátránya, hogy az Open Arena az úgy gondolta, hogy a fov, a field of view, tehát a nézőszög 90 fok. Ami nagyon vicces dolog, még nagyon hatékony, akkor az ember egyetlen monitorja van, ez amúgy is az alapértelmezett beállítás, de mi van akkor, hogy három monitorra támadunk, a 90 fok kibővül további fokokkal, és ennek a beállítása a fov. A fov beállítása, hát nem bíztam táblázatra, hát végig zongoráztam az összeset, hát amennyire sikerült, annyira sikerült, remélem jó lesz. A végső eredmény, a 140, az tűnt a leghitelesebb beállításnak, mint ezt rövidesen látni is fogjuk, mert közben én készítettem egy felvételt, mint olyan. Értelemszerűen minden Quake 3 Arena motorú játékkal lehet felvételt készíteni, hát itt is sikerült több felvételt is készítenem, és akkor most lássuk a kettes számú felvételt. A felvétel megmutatásához sajnos nekem ugye fel kell állni, mert ahogy mondjam, hát a benézőszög. Ja, bocsánat, a hang. A hang az itt jön a fejhallgatóba, egy kis türelmet mindjárt megkapjátok. Összesen ugye 20 fragot kell kibírni, hát ebből nem sok lesz a részetek, mind a 20 persze. A jobb oldalt fölül látjuk az FPS-t is, ami 90-ről néha átmegy 100-ra, de nem fontos. A játékban lévő remegés azt nem az egér okozza, hanem a kezem, mert olyan hideg van, hogy mindjárt lefagy. Szó szerint vacogva lőttem a többieket. Nem egyszerű. Rendkívül sokat bénázok. Régóta most játszottam ezzel a játékkal először. Hát nem egyszerű. Már 16 fragom van. Már csak 4 frag kell ahhoz, hogy győzzünk. Mert 20 frag van beállítva, gondoltam ennyi elég lesz. Ha nem egy egyszerű látkép az, amit látunk, persze a botok mindig ugyanonnan jönnek, ugyanarra mennek, mindig ugyanazt csinálják. Itt persze egy kicsit könnyebb dolgom van, de hogy mondjam, hát azért így se egyszerű. Na és itt a vége a felvételnek. Ez már a felvétel vége, akkor mondom még egyszer. Szóval nem egyszerű. Nagyon szép a képe, jó a játék is. Hát nem egy DirectX 11-es vagy 10-akárányos vagy akár DirectX 9-es játék. Ez egy Quake 3 engine-es játék, persze kicsit el van kapkodva, mert hát a player modellek is, na, hát mit ne mondjak, nincsenek agyon bonyolítva, hogy agyon ne ragazzam az ügyet, mindegy, kilépünk, és megmutatok más előnyt is, hiszen amit most látunk, ugye az a három monitoros rendszernek az előny bemutatója, persze, jó, most ez csak egy óra, de azt mutatom, hogy nem egy monitoron, hanem kettőn lehet már átvinni mindenféle akadály nélkül. Itt a másik játék, amit sűrűn beszoktam mutatni, mert felbontás érzéketlen, tehát bármilyen felbontással megbirkózik. Hát igen. Szóval ez az, amit most látunk, ez az Open TTT nevű játék. Elméletileg már van újabb kiadás, de most nem fog nekiállni frissíteni, mert a régi játék is ugyanúgy jó. Beállítottam minden
felbontást a létező legnagyobbra, tehát 2048x2048-as ennél nagyobb pálya nincsen, meg amúgy is már, ez amúgy is már az orvérzés határait súrolja. Megvárjuk, amíg lassan betölti a pályát, sajnos ez nagyon sokáig tart, és utána meg tudom mutatni, hogy hogy néz ki az egész pálya. A legnagyobb pálya nagyjából harmada belefér a monitorba. Persze mind a három monitor ilyenkor egyszerre működik, és nincs az a... Hogy mondjam finoman, szóval... Nincs olyan, amit te ne látnál. Például ráközelítünk egy városra, akkor az rá van közelítve, és nem kell egyfolytában azt keresni, hogy hol van, mert kicsúszott, pont a monitor végén van, és nem látom. Hát, na itt ilyen nincsen. Betöltünk egy pályát, persze... hogy mondjam, hát nem rendelkezem valami sok pályával. Itt már vannak gazdasági események, de hát itt is, ugye ez már egy kisebb pálya, tehát ennyi, kész. Tehát az egész pálya belefér így a monitorba, mert ez nem a legnagyobb pálya. Tehát akinek három monitorja van, az állat, idióta, barom, az legalább a legnagyobb pályával szenvedjen, mert különben nem fog menni. És hát nem mondanám, hogy csúnya. Tehát így már szép. Látom, honnan mennek, hova jönnek, a teljes menetet látom. Szó szerint ez a hosszú pálya teljesen belefér a monitorba. Hát nem egy rossz dolog. Meg hát teljes képernyős videók nézésén most ugye kilépünk, tehát nem akarok én nagyon sokáig az a játékkal most bemutatót tartani. Szóval hát a hátterek is ugye értelemszerűen ugyanúgy ráhúzhatók, nem egy ördöngös dolog. Meg hát vannak olyan játékok, amik nem akarják ezt a dolgot preferálni. Hát például a Torch. A Torch nevű játék is csak egy monitoros esetben indul el. Hát majd későbbiek folyamán, ja meg itt a TF2, mint Team Fortress 2, de ezt be kéne jelentkezni a Steamre, stb. Ez elég nagy macera, mert erről a gépről még nem jelentkeztem be. Mindegy, hát nem egy egyszerű mutatvány, például weblapok böngészésénél, meg van itt az a másik dolog, ez az Ubuntu Software Központ. Na, hát ez se egy egyszerű dolog, mert hát az egyik oda a szoftverközpont, utána a weblap, és akkor mondjuk a harmadik helyen meg mit tudom én, lehetne mondjuk a TS. És akkor a harmadik monitoron meg a TS-re fő vagyok csatlakozva, és akkor fú, mekkora király, mert látok egyből mindent. Hát, na. Hát nem érné meg a három monitor? Hát, haver, majd, hogy nem csak előnyei vannak, és nem kell hozzá Windows ahhoz, hogy három monitoros Airfinity-be játsszál. Ez mondjuk pont annak egy igen ékes példája volt. Hát reméljük majd a későbbiek folyamán majd több játékot is meg tudok mutatni. Na, elosztok!